Louche. Az emberek és állatok által termelt energiára alkalmazott kifejezés, amelyből más entitások táplálkoznak. Arra az energiára is utal, amelyet a szenvedés termel, amelyet az entitások táplálnak. Robert Monroe könyveiből. Talán egy színdarab a francia Louche szóval. 1. Tartalomjegyzék. Egy negatív érzelmi energiagyűjtés. 2. Etimológia. 3. Asztrális rekonstrukció. 4. Hivatkozások. 5. Lásd még. Negatív érzelmi energiagyűjtés. A megfordító hálózatok összegyűjtik az életerőt a Föld minden lakosának kollektív mezőiből, és finomabb fekete erőket és miasmákat hoznak létre. Az ezeken a területeken található nagyon keresett spirituális energiát a kabalák energikus Loosnak nevezik. Ebben az összefüggésben a Loosht úgy emlegetik, mint az állatok és az emberek által sugárzott érzelmi energiát, amikor fenyegetve, sértve vagy megölve érzik magukat, ami a traumát keltő fájdalmat és szenvedést eredményezi, amelyet a testben, az elmében és a lélekben tapasztalnak és rögzítenek. Ezt a traumát és fájdalmat magában a föltestben rögzítik. Az NA évszázadokon át többdimenziós okkult gyakorlatokat fejlesztett ki és használt ki a megfordított teremtési kód révén. Ezt titkos társaságoknak és intézményeknek adták az elmekontroll és a társadalmi manipuláció céljából, hogy negatív érzelmi energiát vagy lóstét gyűjtsenek a tömegekből. Az elektronikus korszak jelenlegi felgyorsulásával, amely elősegíti a transhumanizmust és a mesterséges intelligencia technológiák egy sorát nyíltan és titokban egyaránt, a negatív érzelmi energia emberiségből való kivonására irányuló kizsákmányolás minden idők legmagasabb szintjén van. Bolygónkat elárasztják a negatív elmekontroll műsorok és az AI adások, amelyek a negatív égószűrőket célozzák meg, amelyek beszivárogtak a társadalom minden szálába. Ez azért van, hogy rendkívül negatív érzelmeket és fájdalmas traumát váltson ki a káros képek, viselkedések és cselekedetek állandó bombázásából. Ezek a programok ösztönzik a kegyetlenséget, a brutalitást és az erőszakot, amelyeket ebben az időben rendkívül szupererősítenek az emberiségre és a földi királyságokra. A rendkívül feltöltött negatív érzelmi energia, mint például a sátáni rituális visszaélés. Során elért, hormonális adrenalin kaszkádokat tartalmaz, amelyek az emberi testben, a vérben és az agyban lévő sejtenergiában végigvonulnak. A fájdalmas szenvedés ilyen intenzív végletei alatt a vér és a test megnövekedett molekuláris tartalommal lesz feltöltve, amelyet a negatív idegenek és a sátáni erők nagyra értékelnek. Ezért gyönyörködnek az emberek kínzásában, öngyilkosságában és meggyilkolásában, különösen az ártatlan lelkekben, akik nem tudják megvédeni magukat, mint a gyermekek. 2. Etimológia. Robert Monroe a Far Journeys című könyvében arról ír, hogy egy testen kívüli élményben kapcsolatba került egy könnyű lénnyel. Monroe vitathatatlanul a világ legkiválóbb kutatója az OBEK terén, gyakornokokkal, kutatókkal intézetet indított a jelenség tudományos vizsgálatára. Állítólag a fény azt mondta Monroe-nak, hogy amikor az emberek meghalnak, energiájukat transzdimenziós lények szabadítják fel és gyűjtik be, akik arra használják, hogy meghosszabbítsák saját élettártamukat. Az állítás az, hogy az univerzum egy kert, amelyet ezek a lények hoztak létre táplálékforrásként. Monroe története szerint az állatokat szándékosan helyezik el ezen a bolygón, hogy növényekből és egymásból táplálkozzanak, ezáltal felszabadítva áldozataik életerejét, hogy betakaríthassák. A ragadozó zsákmány küzdelemben kivételes energiát termelnek a harcosok. A vér kiömlése egy halál elleni harc konfliktusában felszabadítja ezt az intenzív energiát, amelyet a fénylények Loosh-nak neveznek.
Loosh az állatok és az emberek magányából, valamint azokból az érzelmekből is betakarítják, amelyeket akkor keltenek, amikor a szülő kénytelen megvédeni fiataljainak életét. A Loosh másik forrása az emberek imádata. Monroe informátora szerint alkotóink, a kozmikus energiatermelők szándékosan szerelték fel az állatokat olyan eszközökkel, mint az agyarak, a karmok és a szupergyors, hogy meghosszabbítsák a ragadozó zsákmány harcot, és ezáltal több Loosh-t termeljenek. Más szóval, minél nagyobb a szenvedés, annál több életerő köpköd ki a testünkből, és annál finomabb az energiaétel az alkotóink számára. Ez a Monroe-nak elmesélt történet, amely két hetes depresszióba taszította, megfelel a világ legrégebbi szentírásaiban, a Védákban, az Upanishadokban és az indiai Pöránákban található jelentéseknek. Ott azt olvassuk, hogy az univerzumot áldozat tartja fenn a tárva Véda, és hogy mindazok, akik élnek ebben a világban, az áldozatok. Nincs olyan élő, aki ne végezne jagyát, áldozatot. Ez a test áldozásra teremtetett, és áldozatból és áldozati változásokból fakad. Garbha Upanishad 3. Asztrális rekonstrukció. A legújabb Guardian projektek kiterjedtek a Soul Matrix idővonalainak asztrális síkszintű valóságára, amelyben a kiterjedt mesterséges építészet feltárása található, és kiderült, hogy Loosh betakarítására és az emberiség rabszolgasorba taszítására használják a léleksíkokon, válogatott ideológiai rendszereken keresztül, amelyeket szervezeteken keresztül újra erőltetnek. Ezek kiterjedt szervezeti struktúrákat alkotnak, mint például vállalatok, egyházak, kórházak, orvosi intézetek, internetes technológia, gyógyszeripari vállalatok és sok más rendszer, amelyeket negatív céllal használnak az emberi kollektív tudat irányítására az asztrális és 3D-es anyagsíkok valóságérzékelésén keresztül. Valójában az derült ki, hogy ugyanazok a hatalmas megakorporációs szervezeti struktúrák, amelyek a 3D-es fizikai síkon léteznek, pontos tükörszervezettel rendelkeztek az asztrális síkon, amelyet olyan emberi és nem emberi irányítók irányítanak, akik teljes mértékben rabszolgává akarják tenni a felszíni lakosokat, hogy több valóságban is megőrizzék hatalmi bázisukat. A megfordítások és az inverziók Loosh-té eredményeznek. A fordított hálózatokat úgy tervezték, hogy bármilyen struktúrán belüli energiarendszereket invertáljanak újraelosztás céljából, az energia szifonozása érdekében. A világméretű rendszerinverzió eredményeként ezek a fordulatok hatással vannak mindenre, amit látunk, minden olyan struktúrára, amellyel kölcsönhatásba lépünk az anyagi síkon. Sok minden, amit a fizikai világban megfigyelhetünk, az ellenkezője lehet annak, ami valójában. Az energia nem hazudik, ezért vissza kell térnünk az alapvető célhoz vagy szándékhoz és annak energikus aláírásához. Olyan embereket, dolgokat és struktúrákat emlegetünk, amelyek látszólag az ellenkezőjét jelentik annak, ami valójában, mint csalók. A megfordított hálózatok összegyűjtik az életerőt a Föld minden lakosának kollektív mezőiből, és finomabb fekete erőket és miazmákat hoznak létre. Az ezeken a területeken található nagyon keresett spirituális energiát a kabalák energikus Loosh-nak nevezik. Ebben az összefüggésben a Loosh-té úgy emlegetik, mint az állatok és az emberek által sugárzott érzelmi energiát, amikor fenyegetve, sértve vagy megölve érzik magukat, ami a traumát keltő fájdalmat és szenvedést eredményezi, amelyet a testben, az elmében és a lélekben tapasztalnak és rögzítenek. Az NA évszázadokon át több dimenziós okkult gyakorlatokat fejlesztett ki és használt ki a megfordított teremtési kód révén. Ezt titkos társaságoknak és intézményeknek adták az elmekontroll és a társadalmi manipuláció céljából, hogy negatív érzelmi energiát vagy Loosh-t gyűjtsenek a tömegekből. Az
elektronikus korszak jelenlegi felgyorsulásával, amely elősegíti a transhumanizmust és a mesterséges intelligencia technológiák egy sorát nyíltan és titokban egyaránt, a negatív érzelmi energia emberiségből való kivonására irányuló kizsákmányolás minden idők legmagasabb szintjén van. Bolygónkat elárasztják a negatív elmekontroll műsorok és az AI adások, amelyek a negatív égószűrőket célozzák meg, amelyek beszivárogtak a társadalom minden szálába. Ez azért van, hogy rendkívül negatív érzelmeket és fájdalmas traumát váltson ki a káros képek, viselkedések és cselekedetek állandó bombázásából. Ezek a programok ösztönzik a kegyetlenséget, a brutalitást és az erőszakot, amelyeket ebben az időben rendkívül szupererősítenek az emberiségre és a földi királyságokra. A rendkívül feltöltött negatív érzelmi energia, mint például a sátáni rituális visszaélés. Során elért, hormonális adrenalin kaszkádokat tartalmaz, amelyek az emberi testben, a vérben és az agyban lévő sejtenergiában végigvonulnak. A fájdalmas szenvedés ilyen intenzív szélsőségei alatt a vér és a hús megnövekedett molekuláris tartalommal lesz feltöltve, amelyet a negatív idegenek és a sátáni erők nagyra értékelnek. Ezért gyönyörködnek az emberek kínzásában. Öngyilkosságában és meggyilkolásában, különösen az ártatlan lelkekben, akik nem tudják megvédeni magukat, mint a gyermekek. Amikor meg tudjuk érteni, hogy az emberektől és az extrém fájdalmat elviselő élőlényektől és élőlényektől érzelmi energiát vagy lóstét gyűjtenek, könnyen összekapcsolhatjuk a pontokat. Most már van értelme annak, hogy miért tömegesen forgalmazzák ezt a szélsőséges fájdalmat, félelmet és halált, hogy tovább növeljék a világ szenvedését. Ha rendelkezünk ezzel a magasabb tudással, akkor dönthetünk úgy, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ne táplálkozzunk ezekkel a fordulatokkal, amelyek széttöredezettséget és lelki szétszakadást okoznak. Fordított rendszerek. Nyomtat. E-mail. 2017. május. Fordított rendszerek. Your browser does not support HTML5 video or audio. Lisa René. Kedves felmenő család. A fordított rendszerek táplálják az emberi együteremtő tudatot azáltal, hogy szándékosan kicsalják az embereket személyes szándékukból és beleegyezésükből. Az elektronikus korszak jelenlegi felgyorsulásával az emberiségből való energia manipulálására és kivonására irányuló kizsákmányolás minden idők legmagasabb szintjén van. Ebben a hónapban megvizsgáljuk az invertált rendszereket. És azt, hogyan azonosítsuk őket, hogy ne tápláljuk őket, és ne hozzunk létre velük közösen. Egyszerűen fogalmazva, az irányítja a tudati energiánkat, hogy hova helyezzük a figyelmünket, míg a szándékunkat az alakítja át. A tudati energia és szándék gyakoriságának és minőségének növelése érdekében az egyetlen legfontosabb dolog, amit meg kell tennünk, hogy eltávolítsuk az égó személyiséget és a külső erőket attól, hogy gyakorolják ellenőrzésüket személyes tudati energiánk vagy szándékunk felett. Pozitívum, hogy a rendelkezésre álló nyersanyagok eltolódnak a bifurkációban, és ez lehetővé teszi a megnyilvánulás minőségének javítását a jövőben, ha a kozmikus szuverén joghoz igazodnak. A területért és az emberek feletti ellenőrzésért folytatott konfliktus egy csendes háborúban fokozódik, csendes AI elmevezérlő fegyverekkel az elektromos csúcsciklus alatt. Az empátiák érezhetik, hogy ez a néma háború tombol, míg a nem empátiák közül sokan nem. Ez az elektromos erőtér átvitel csúcshulláma az éves ekliptikus ciklusban, ami növeli a mesterséges elektromos mezők átvitelének intenzitását és borotva élességét a környezetben. Mint ilyen, ez az idő az éves időszak, amikor egyesek megtapasztalják a kundalini aktivációt, a spirituális ébredést vagy a tudat bővítését, amikor ki vannak téve a bolygón megnövekedett elektromos aktivitásnak. Ezzel szemben
ebben mások, amelyek tudtukon kívül ki vannak téve a célzott aiadások bizonyos demográfiai csoportokban történő tömeges növekedésének, nyomás alatt álló fordulatokon mennek keresztül, és egyre mélyebbre süllyednek a félelemben, a fájdalomban, a szenvedésben és a zsibbadásban. Amikor a külső jelek jelentősen felerősödnek, az felerősített zaj hatását váltja ki az összeomló hanghullámokon keresztül. A testet úgy érezheti, hogy a szüntelen statikus zaj elfojtja, amelyet valójában nem lehet hallani, de érzékelik és érzik. Az aj közvetítések borotva élesnek érezhetik magukat, és általában szorongónak, ingerültnek és törékenynek érezhetik magukat az emberek. A legtöbb ember számára ez az az érzés, hogy zaklatják azzal, hogy képtelenek pontosan azonosítani, mi zaklat téged. Mivel a sok virágzó elektronikus zaklatás elfojtja a finomságokat, ez csökkentheti azt a képességet, hogy érezzük azt a magasabb tudatosságot, amely most jelen van a Földön. Amikor azonosítani és érzékelni tudjuk ezt a negatív statikus zajt, amelyet mesterséges intelligencia adásokon keresztül továbbítanak a környezetben, akkor megtalálhatjuk a módját annak, hogy fenntartsák az irányítást testünk és életerőnk felett, miközben semlegesítjük annak káros hatásait. Így az emberi tudat feletti háborút meghatározó sötét agresszió-e felfokozott időszakaiban fontos, hogy jobban megértsük azokat az életellenes fordulatokat, amelyeket az irányítók által épített. Fordított energiarendszerekben felépítettek. A Föld bolygón egy leomlott zárt hurkú rendszerben vagy két hullámú architektúrában léteztünk, amely energetikai fordulatokban működik, és az invertált rendszerek gyártását és növekedését eredményezi. Az energiafordított rendszerei megfordított hálózatok, és az emberi tudat és a földi élet minden egyes valójában a poláris ellentéte lehet annak, ahogyan egyes aspektusára hatással vannak. A fordított rendszerek jobban felfoghatók a fejjel lefelé irányuló világ tervezett konstrukciójaként, ahol minden, ami a fizikai világban egy irányba jelenik meg, valójában a poláris ellentéte lehet annak, ahogyan megjelenik. Az NAA és az imposter szellem könnyebben elbújhat a fordított rendszerek mögé, és arra törekedhet, hogy mindenhol generálja őket, hogy beszivárogjon és irányt irányítson a bolygón belüli összes kollektív tudati energia irányába. Az NAA és az irányítók titkos társaságaikat és szervezeti vázlataikat az emberi civilizáció invertált rendszereire alapozzák, hogy igazodjanak ezekhez a lői vonal visszafordító hálózatokhoz. Ezt bizonyítja a társadalom fő vezérlő pilléreinek aljas kialakítása és terjesztése, amelyek fordított rendszerek. Ezeket kifejezetten a világméretű megfordító hálózatok terjesztésére használják, és ezért a tömegek tudati energiájának elterelésére és összegyűjtésére használják. Fordított hálózatok. A megfordított hálózatok olyan idegen gépek, amelyek mesterséges intelligencia programozást használnak a teremtés szerves erőinek szimulálására, lemásolására és utánzására, az emberiség tudati energiájának gyűjtésére, szifonozására és átirányítására. A mesterséges intelligencia architektúrája a bolygómező több rétegére szintetizálódik, hogy energiát gyűjtsenek, begyűjtsenek és bolygón kívüli forrásokra küldjenek. Vagy az összegyűjtött életerő energia az általuk preferált hatalmi elithez vagy a Föld bolygó kabala csoportjaihoz irányul, amelyek a felszínen hajtják végre ellenőrzési programjukat. Tehát az invertált rendszerek. Által összegyűjtött kollektív tudati energiák összessége alapvetően előnyben részesítve az embereknek vagy nem emberieknek adódik, akik az NAA ellenőrzési infrastruktúráját és az emberi rabszolgaság programját szolgálják. Miután a megfordított hálózatok a bolygóhálózati hálózatban működtek, szükségük volt arra, hogy az emberek táplálják beléjük a tudati energiájukat, és így erre a célra létrehozták az invertált rendszerek kiépítésének infrastruktúráját a globális társadalomban.
Ezt a negatív alien invasion révén érték el, amelyben a mesterséges intelligencia programok működtetése érdekében rögzítették az organikus teremtéskódot. Ezek a programok a megfordító hálózatok választékát vetítik előre az eredeti univerzális alkotó eltérített kódjának felhasználásával. A bolygón található számos NA-gépet és frekvenciakerítést futtató rögzített kód olyan AI rendszerek, amelyeket a bolygó agyába töltöttek le, hogy megfordító hologramokat és hamis idővonalakat vetítsenek ki. A hamis idővonalak folyamatosan ismétlődnek annak érdekében, hogy a kollektív tudatot újra és újra eljátsszák ugyanazoknak az AI elmeprogramoknak és valóságoknak. Ezt a módszert használták arra, hogy a lelkeket az asztrális síkon csapdába ejtsék a kényszerű újrahasznosítás révén a földsík legalacsonyabb sűrűségébe. A korábbi evolúciós ciklusok során ezt a mesterséges intelligencia által generált idővonalat megismételték és replikálták a Föld többdimenziós síkjaira, beleértve a párhuzamos rendszereket is. Ez hatással van számos olyan identitásállomásra, amelyek magasabb síkokon léteznek, és amelyek szintén azon a megdöbbentő kinyilatkoztatáson mennek keresztül, hogy amit organikus teremtésnek hittek, az valójában a NAAI agya, amely az energiagyűjtés valóságát szimulálja. A létrehozási kódot utánozták, hogy tömeges elmekontrolladásokat illesszenek be, amelyek a hamis tervrajzvázlatok funkcióit programozzák a Földbe, amelyek eredetileg az Ancient Builder racesből, más néven a Founder Guardian versenyekből származnak. Ez lényegében azt jelenti, hogy a földi valóságsókat az AI programozza be, hogy az ellopott teremtési kód megfordításával működjenek, amely az egyetemes alapítókhoz tartozik. Ezeket az életellenes fordulatokat fejlett technológiai mesterséges intelligenciává programozták, amelyeket a sok fordított rendszer felépítésére használtak, amelyekből ezek a fekete lyuk entitások könnyen szifonozhattak és ellophatták a Föld és az emberiség tudati energiáját. A megfordítások és az inverziók Loosht-é eredményeznek. A fordított hálózatokat úgy tervezték, hogy bármilyen struktúrán belüli energiarendszereket invertáljanak újraelosztás céljából, az energia szifonozása érdekében. A világméretű rendszerinverzió eredményeként ezek a fordulatok hatással vannak mindenre, amit látunk, minden olyan struktúrára, amellyel kölcsönhatásba lépünk az anyagi síkon. Sok minden, amit a fizikai világban megfigyelhetünk, az ellenkezője lehet annak, ami valójában. Az energia nem hazudik, ezért vissza kell térnünk az alapvető célhoz vagy szándékhoz és annak energikus aláírásához. Olyan embereket, dolgokat és struktúrákat emlegetünk, amelyek látszólag az ellenkezőjét jelentik annak, ami valójában, mint csalók. Megfordított hálózatok összegyűjtik az életerőt a Föld minden lakosának kollektív mezőiből, és finomabb fekete erőket és miazmákat hoznak létre. Az ezeken a területeken található, nagyon keresett szellemi energiát a kabalák energikus Loosh-nak nevezik. Ebben az összefüggésben a Loosh-té úgy emlegetik, mint az állatok és az emberek által sugárzott érzelmi energiát, amikor fenyegetve, sértve vagy megölve érzik magukat, ami a traumát keltő fájdalmat és szenvedést eredményezi, amelyet a testben, az elmében és a lélekben tapasztalnak és rögzítenek. Az NA évszázadokon át többdimenziós okkult gyakorlatokat fejlesztett ki és használt ki a megfordított teremtési kód révén.
Ezt titkos társaságoknak és intézményeknek adták az elmekontroll és a társadalmi manipuláció céljából, hogy negatív érzelmi energiát vagy lóstét gyűjtsenek a tömegekből. Az elektronikus korszak jelenlegi felgyorsulásával, amely elősegíti a transhumanizmust és a mesterséges intelligencia technológiák széles skáláját, nyíltan és burkoltan egyaránt, a negatív érzelmi energia emberiségből való kivonására irányuló kizsákmányolás minden idők legmagasabb szintjén van. Bolygónkat elárasztják a negatív elmekontroll műsorok és az AI adások, amelyek a negatív egoszűrőket célozzák meg, amelyek beszivárogtak a társadalom minden szálába. Ez azért van, hogy rendkívül negatív érzelmeket és fájdalmas traumát váltson ki a káros képek, viselkedések és cselekedetek állandó bombázásából. Ezek a programok ösztönzik a kegyetlenséget, a brutalitást és az erőszakot, amelyeket ebben az időben rendkívül szupererősítenek az emberiségre és a földi királyságokra. A rendkívül feltöltött negatív érzelmi energia, mint például a sátáni rituális visszaélés során elért, hormonális adrenalinkaszkádokat tartalmaz, amelyek az emberi testben, a vérben és az agyban lévő sejtenergiában végigvonulnak. A fájdalmas szenvedés ilyen intenzív szélsőségei alatt a vér és a hús megnövekedett molekuláris tartalommal lesz feltöltve, amelyet a negatív idegenek és a sátáni erők nagyra értékelnek. Ezért gyönyörködnek az emberek kínzásában, öngyilkosságában és meggyilkolásában, különösen az ártatlan lelkekben, akik nem tudják megvédeni magukat, mint a gyermekek. Amikor megtudjuk érteni, hogy az emberektől és az extrém fájdalmat elviselő élőlényektől és élőlényektől érzelmi energiát vagy lóstét gyűjtenek, könnyen összekapcsolhatjuk a pontokat. Most már van értelme annak, hogy miért tömegesen forgalmazzák ezt a szélsőséges fájdalmat, félelmet és halált, hogy tovább növeljék a világ szenvedését. Ha rendelkezünk ezzel a magasabb tudással, akkor dönthetünk úgy, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ne táplálkozzunk ezekkel a fordulatokkal, amelyek széttöredezettséget és lelki szétszakadást okoznak. A töredezettség negatív entitás mellékleteket okoz. Ezen kívül, amikor egy élőlényt rendkívüli fájdalom vagy szenvedés érzésére gyötörnek, az elme és a lélek darabokra törhet, és ezeket a darabokat fantomzsebekben tartva tarthatja, amelyeket ez a negatív entitás irányít. Ez a létezés több dimenziójában és az identitás állomásain is megtörténhet, amelyek az adott szellemi energetikai lény tudatához kapcsolódnak. Minél töredezettebbé válik a lény, annál elszakadtabbá és kevésbé fejletté válik a tudat, amíg a létezés legprimitívebb rétegeibe nem süllyed. A töredezettség folytatódhat, miután a tudat áttért a testből. Ez az NA elsődleges célja, amely megpróbálja rabszolgává tenni az emberi tudatot azáltal, hogy fájdalmat vagy rettegést vált ki a fizikai testből való kilépéskor. A sátáni rituális visszaélésben egy állat vagy ember megerőszakolása, kínzása vagy megölése arra szolgál, hogy összegyűjtse a véráldozati esemény során keletkezett lósté, és az energiát olyan mellékletekkel kösse össze, amelyeket a fekete lyuk entitásai táplálhatnak. Az általuk elfogyasztott negatív energiától az adott személy tudatát alkotó töredékekhez kötődnek. E negatív entitások közül sokan negatív érzelmi energiát fogyasztanak, hogy lehetővé tegyék jelenlétüket a földmező több dimenziós rétegeiben. Az emberi frekvenciaszintekkel való vibrációs összeegyeztethetetlenségük miatt létezésükhöz a lóhere fogyasztására kell támaszkodniuk. A fontos tanulság, amelyet fel kell értenünk, az, hogy a negatív ego és gyűlölet kifejezése, a károkozás szándéka és más élőlények erőszakos megölése széttöredezi a tudatot, és táplálja a megfordításokat, hogy negatív érzelmi energiát vagy lósot építsen fel.
Nem akarunk együtt negatív érzelmi energiát létrehozni, amelyet ezek a negatív entitások táplálnak, vagy hogy közvetlenül tápláljuk azokat a fordított rendszereket, amelyek Loosh energiát termelnek az ENA számára. A legtermékenyebb dolog, amit tehetünk, hogy lépéseket teszünk a negatív ego és a fájdalomtestünk megtisztítására, hogy ne váltsanak ki minket az agykontroll programok vagy az AI közvetítések. Amikor ezt tesszük, ehelyett képesek vagyunk semlegesen és nyugodtan tartani magunkat a káoszban. Gyakorolhatjuk a feltétel nélküli szeretetet, a békét és az ártalmatlanságot. Ez segít integrálni és gyógyítani töredékeinket az egyesítés érdekében, valamint semlegesíteni a negatív érzelmi energiát a környezetben. Amikor abba hagyjuk az energia visszafordítások táplálását, azok fokozatosan offline állapotba kerülnek. A parazitált energia táplálék vonala az egész élelmiszerláncban megáll, lényegében éhezteti őket azzal, hogy megtagadja tőlük az áramforráshoz való hozzáférést. Amikor könyörületes tanúságot tudunk tenni, és megtagadhatjuk, hogy negatív érzelmi állapotokba sodorjanak bennünket, akkor nem vagyunk hajlandók arra, hogy az ENA manipuláljon és szitkozzon. Ezen kívül az igazán empatikus és feltétel nélkül szerető emberek lelki erőt is szerezhetnek ahhoz, hogy emlékezzenek és áthaladjanak az áldozattal feláldozott gyermekek és traumatizált emberek tudattöredékeire, akik a Föld birodalmaiban rekedtek, és ez egy fontos szolgálat, amelyet megtehetünk a Föld gyógyításában. Fordított rendszerek homlokzata. Ahhoz, hogy jobban fel legyenek készülve arra, hogy megkülönböztessük, hová helyezzük energiáinkat, fontos, hogy megpróbáljuk azonosítani és felismerni azokat a különbségeket, amelyek a népszerűsített látszat homlokzata és a homlokzat mögött meglévő rejtett motiváció vagy szándék között léteznek. Amikor egy struktúra vagy személy úgy ábrázolja magát, mint ami nem az, akkor azt imposternek nevezzük. Amikor arra az energiarendszerre utalunk, hogy az imposter szerkezet álruhában vagy homlokzat mögött fut, ez egy fordított rendszer vagy a teljes energiarendszer megfordítása. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben összegyűjtött energia az imposter homlokzat megjelenésén alapul, míg az igazi motiváció valójában az ellenkezője annak, amit energikusan ábrázoltak. Ez az, ami bitorolja a tudat energiáját a rosszul beállított személyes szándékon keresztül azoktól, akik nem tudják, hogy valójában mivel foglalkoznak. Ha tudjuk, hogyan kell megkülönböztetni a fordított rendszereket, az növeli azon képességünket, hogy pontos értékeléseket készítsünk, amelyek jobban megalapozzák döntéseinket. Ez egy olyan készségkészlet, amely figyelmet fordít a részletekre és a finom energiákra a környezetben, a struktúrákban és az emberekben, annak érdekében, hogy ezeket az információkat lefordítsa kimondatlan elsődleges motivációik tudatosítására. Ha ismerjük a dolgok mögött meghúzódó motivációt, felmérhetjük, hogy szándékaik igazak vagy megtévesztőek-e, valamint figyelembe vehetjük kompetencia szintjüket egy rendszer irányításához, hogy az ne váljon fordítottá. Ezt úgy definiálják, mint egy olyan szemét, aki belső irányított és etikus, nem hajlamos a reaktív impulzusokra és a pénzért ugráló személyre. Ezután a pontos értékelések után ennek megfelelően módosíthatjuk döntéseinket és személyes szándékainkat az adott körülmények között. A jobb megkülönböztetés abból származik, hogy felismerjük, hogy az emberi kultúrába beszivárgott egy általános ENA kirakat, amely fordított rendszereket használ, hogy képviselje érdekeit a nyilvánosság előtt. Ha egy gengszter ártani szándékozik vagy lopni akar tőled, akkor biztosan nem fogja ezt bejelenteni az arcodnak. Ahhoz, hogy megússzuk a bűnözői magatartást, azt valami kellemesnek kell öltöztetni a szemnek, vagy csábítónak kell lennie, hogy katalizálja a vonzalom érzését, hogy játszon célpontjaik igényeivel és vágyaival. Ezért az ENA és a Power Elite zseniális marketing stratégiákat alkalmaz annak érdekében, hogy az ügyes figyelemelterelés felvonulásán keresztül teljesítsék a nyilvánosság megtévesztésére irányuló céljaikat.
Így valódi motivációik elrejtése érdekében marketing propagandákat készítenek, hogy bizonyos narratívákat reprezentáljanak, amelyeket a nyilvánosságnak adnak, míg a magánéletben a rejtett vagy káros motivációk teljesen ellentétesek. A titkolózás és a széttagoltsági rétegekben való elrejtés korrupciót és megtévesztést eredményez. Ez határozza meg a megtévesztés és a manipuláció kifinomult szintjeit, amelyek célja az igazság megfordítása annak érdekében, hogy eltorzítsák a valakinek vagy valaminek az ábrázolására használt médiaképeket. Amit a nyilvánosság számára képviselnek, azt erősen forgalmazzák és hirdetik, és célunk az kell, hogy legyen, hogy lássuk a kifelé irányuló értékesítési taktikát, és mélyebbre tekintsünk a mögöttes motivációk felé. Mit adnak el nekünk és milyen okokból? A halálkultúra elősegíti a kettősséget és a manipulációt, miközben jutalmazza a pszichopatákat a munkahelyen. Ahhoz, hogy koherensek és világosak maradjunk, látnunk kell ezt a kettősséget, és határozott lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy kijavítsuk ezt a viselkedést magunkban. Amikor olyan motivációk születnek veled szemben, amelyek csalárdak, rejtettek vagy károsak, akkor minden jogod megvan ahhoz, hogy eltereld őket azáltal, hogy magasabb szintű ismeretekhez férsz hozzá róluk. Ezért figyelje meg a fordított rendszerekben lévő kirakatok homlokzatát és a más embereken belüli kettősséget anélkül, hogy megítélné őket. Használjon gondos megkülönböztetést, hogy képes legyen érzékelni a cselekedeteikben feltárt rejtett motivációkat. A legtöbb ember a zsúfolt tudattalan elméből működik, és rejtett motivációi és észlelései vannak, amelyeket nem osztanak meg másokkal közvetlenül vagy nyíltan. Az embereket arra kondicionálták, hogy kettősek legyenek a manipulációban, hogy fölénybe kerüljenek más emberek felett. Ez az a gyakori taktika, amelyet mások feletti hatalom vagy ellenőrzés megszerzésére használnak. Hányszor figyeltél meg manipulációt az értékesítési taktikákban? Rendkívül etikátlan viselkedést alkalmaz, amelyet jutalmaznak, és amelynek célja, hogy durván kihasználja más embereket. De ha odafigyelünk az emberek tetteire, és megnézzük, hogy szavaik egyeznek-e, akkor nagyban tájékozódni fogunk hitrendszerükről, amely nap mint nap kifelé feltárul a tevékenységükben. Ahhoz, hogy jobban megértsük az invertált rendszerek világát, amelyekben élünk, hatékony vizsgálati vonalat ismerhetünk fel a dologban rejlő rejtett igazság feltárása felé. Egy személy, vállalat vagy struktúra demonstrált hosszabb távú cselekedetei tájékoztatnak minket a meglévő hitrendszerekről, amelyek meghatározzák a struktúrán belüli energiát. Az adott személy vagy entitások által hajtó hiedelmek ismerete ahhoz vezet, hogy ismerjük a környezettel kapcsolatos rejtett felfogásukat. A másokról alkotott felfogásuk összekapcsolódik a legmélyebb rejtett motivációikkal, és ez a vizsgálati vonal világossá teszi, hogy milyen minőséggel vagy fajta emberrel vagy dologgal van dolgod. Mindenben és mindenkiben a motiváció általában rejtve van, és befolyásolja az észlelést. Az észlelés befolyásolja a hitrendszereket, míg hitük befolyásolja a külső cselekedeteiket. Ügyeljen egy személy cselekedeteire, figyeljen egy vállalat vagy kormányzati szerv általános cselekedeteire, és kövesse a rejtett motivációhoz vezető utat. Ott figyelhető meg valódi szándékaik. Általában ezen a bolygón követhetjük a pénzt, és láthatjuk, hová vezet, az általa használt pusztításból. A csaló az idő 100%-ában nem rejtheti el magát, az idő múlásával mindig felfedi magát. Inverzió vezérlő rendszere. A mindennapi életben az inverted systems lehetővé teszi mesterséges kirakatok vagy üzleti homlokzatok gyártását, amelyek hatékonyabban rejtik el az iparág valódi szándékait a nyilvánosság elől, ami lehetővé teszi a könnyű sötét beszivárgást a korrupció, a megfordítások és a zsarolás táplálása érdekében. Az imposztorok pszichopatákat és marketing propagandácsapatokat alkalmaznak, hogy képviseljék őket, miközben a mély rekesz rétegeken belülről működnek, amelyek ugyanarra a fordított energiarendszerre épülnek.
Így általában rejtve maradnak a szem elől és az ellenőrzés elől, láthatatlanok és ismeretlenek a munkaerő többi része vagy a nagyobb nyilvánosság számára. Fontos, hogy képesek legyünk azonosítani a pszichopata és bűnözői viselkedés profilját, mert a pszichopatákat kifejezetten az emberiség ápolja annak érdekében, hogy vezető kapuőrként lépjen fel azokban az iparágakban, amelyek érvényesítik a fordított rendszereket, és kikényszerítsék a megfordulást, hogy a helyükön maradjanak. Így a munkahelyi pszichopaták végzik a munkájukat az emberellenes struktúrák szolgálatában, amelyek növelik a világ általános szenvedését. Ahhoz, hogy nagyobb perspektívát kapjunk az energiainverzió globális vezérlőrendszerének munkamodelljéről, először meg kell értenünk a zárt hurkú entrópusi rendszerek fogalmát, az ismétlődő elmekontroll rendszereket, amelyek befelé fordulnak, vagy megfordítják a teljes energiarendszert, hogy közvetlenül egy egyedülálló rejtett vagy fátyolos forráshoz irányítsák őket. A társadalom irányító pillérei piramis szervezetek, amelyek civilizációnk fő strukturális rendszereit alkotják, amelyeket szándékosan megrontanak a tetején annak érdekében, hogy továbbra is táplálják az energiainverzió rendszerét, amely természeténél fogva szükséges az ENA emberi rabszolgasági módszereinek fenntartásához. Ahhoz, hogy nagyobb perspektívát kapjunk az energiainverzió globális vezérlőrendszerének munkamodelljéről, először meg kell értenünk a zárt hurkú entrópusi rendszerek fogalmát, az ismétlődő elmekontroll rendszereket, amelyek befelé fordulnak, vagy megfordítják a teljes energiarendszert, hogy közvetlenül egy egyedülálló rejtett vagy fátyolos forráshoz irányítsák őket. A társadalom irányító pillérei piramis szervezetek, amelyek civilizációnk fő strukturális rendszereit alkotják, amelyeket szándékosan megrontanak a tetején annak érdekében, hogy továbbra is táplálják az energiainverzió rendszerét, amely természeténél fogva szükséges az ENA emberi rabszolgasági módszereinek fenntartásához. Az invertált rendszerek jobb megértésére példa a társadalom irányító pillérei, amelyeket az ENA kifinomult marketing propagandával manipulál, hogy úgy tűnjön, mintha az emberiség szolgálatában állnának, amikor valójában ellentétes céljaik vannak. A fő struktúráknak 5 pillére van, amelyek emberellenes irányítást alkalmaznak, amelyek az archontikus megtévesztési stratégia részeként befolyásolják az összes bolygóügyet. Ezt kifinomult pszichológiai hadviselésben hajtják végre, hogy előmozdítsák az emberellenes hitrendszereket, és rávegyék az embereket saját rabszolgaságuk és lelki betegségük érvényesítésére. Power Elites vagy Controller. Hadipari. Hírszerző ügynökségek, rejtett csoportok és kormány. Vallási akadémiai pénzügyi orvosi. Ellenőrzött média és sajtó. Azáltal, hogy a vállalati elit érdekeit az inkompetenciát, a csalást, a megvesztegetést és a korrupciót jutalmazó jogi kiskapukon keresztül védi, ez megerősíti a munkahelyi pszichopaták és egy etikátlan kultúra létrehozását, ahol az elszámoltathatóságot felhagyják, és a bűnözői és gondatlan cselekedetek következményei olyan terhek, amelyeket a legalacsonyabb szinteken lévőkre hárítanak. Így a piramis alján lévők mindig a tetején hozott döntések következményeit szenvedik el leginkább. Az inverzió vezérlőrendszere a következőkön alapul. A pénz és a profitisten, miközben mások nyomorúságát és szerencsétlenségét a javukra fordítja. Valódi motivációk elrejtése az álcázás homlokzatai, a vállalati kultúra propagandája mögött. Militarizált terv a fizetési fokozat felosztására, vakfoltok képtelenek az egészet látni. Nem elszámoltathatók a döntések következményeivel, és lehetetlen haszonkulcsokat vagy kvótákat kényszerítenek ki. Emberi és földi erőforrások kifosztása és kifosztása, empátia nélkül. Munkahelyi pszichopaták előállítása és jutalmazása promóciókkal és extravaganciával.
büntetni a nálad okosabb embereket, hogy lebutítsák, és arra kényszerítik őket, hogy játsszák a VV rabszolgajátékot. Megfélemlítés és félelem a munkahely biztonságával kapcsolatban, vagy etikátlan viselkedések, amelyek garantálják a fizetést. Parancsokat követve kérdőjel nélkül végzem a munkámat, akár etikus, akár humánus, akár nem. Dagadt pazarlás és az erőforrásokkal való rossz gazdálkodás, súlyos fizetési egyenlőtlenség. A negatív viselkedés jutalmazása, a zaklatás mint kívánatos tulajdonságok az előrelépéshez. Az embereket olyan tárgyaknak tekinteni, amelyekből pénzt lehet keresni, nem pedig emberi lényeknek. Egy rendszer megfordítása azt jelenti, hogy belülről vagy fejjel lefelé fordítjuk, megfordítjuk az eredeti helyzetét azáltal, hogy a működését kisebb, osztott részekre bontjuk, amelyeket manipulálnak, hogy a termékük vagy a bevételük ne kerüljön arányosan osztva az egész növelésére. Ez azt jelenti, hogy még ha az energiarendszer az egész energiarendszer az oka is a rendelkezésre álló energiát ellátó erőforrások teljes termelésének vagy hozamának, ezen energiáforrások egyikét sem adják vissza valós értéken kicserélve az adott energiáforrás tényleges egyéni termelőinek. Ehelyett az energiarendszer teljes termelését szándékosan megfordítják, és ez a termelékenység és a növekedés eredményeit az elit emberek egy kis és korlátozott rétegének kiszolgálására irányítja, akik az adott rendszer vagy piramis vállalat láncának tetején léteznek. Így lopják el tőlük jogilag mindazt az időt, energiát és erőforrásokat, amelyek a munkásosztálybeli emberek többségének gazdagságát jelentenék ezen a földön. Ezért egész életerőjük a túlélésre csökken, ami tovább folytatódik a rabszolgamunkában és az elnyomásban. Így a jólét állapota és az életminőség a Földön élő emberek többsége számára sajnálatos, míg a hatalmi elit elképzelhetetlen vagyont halmoz fel, amelyet soha nem is tudtak elkölteni. Ezt a szifonozást energia tervezésében hajtják végre, amely fogyasztó modellezés. A fogyasztó modellkedés a mások energikus erőforrásainak vagy életerejének személyes hasznára vagy személyes haszna érdekében történő felvétele, ellopása, egymásra helyezése vagy felhasználása, amelyet a zsarnokság archetípusainak vagy hamis isteneinek hamis királya hajt végre. Általában ez a folyamat mások energikus erőforrásainak elvétele vagy ellopása, amelyek összetett megtévesztésekben, hazugságokban és manipulációban rejtőznek, amelyeket egy kifinomult militarizált terven keresztül hajtanak végre, amely a széttagolással és az elmekontrollal van rétegezve. A fordított rendszerek az ENA alapvető strukturális programja, amely a Föld és az emberiség bolygó rabszolgává tételére irányul, az energia és az öntulajdon ellopása révén, amelyet a munkahelyi pszichopata korporatokrácia modellen keresztül hajtanak végre, amely ugyanazon a zárt hurkú energiainverziós rendszeren alapul. Nézzük meg mélyebben, hogy a jelenlegi vállalati kultúra milyen hatást gyakorolt a teljes modellezés és a fordított rendszerek népszerűsítésére társadalmunkban, miközben formálta és jutalmazta a pszichopata viselkedést az emberiségben. Ha a vállalatok emberek, akkor pszichopaták. A vállalati személyiség az a jogi koncepció, hogy egy vállalat, amely elkülönül a kapcsolódó emberi alkalmazottaitól, rendelkezik a fizikai emberekre ruházott törvényes jogokkal és kötelezett cégekkel. Az amerikai bíróságok bizonyos alkotmányos védelmet kiterjesztettek a vállalatokra. Mivel a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a vállalatok emberek, a valódi embereknek fel kell ismerniük annak halálos hatását, ha a szociopata behemótokkal egyenértékűnek adják meg az irányítást a világ kormányai felett. Ez jó példa arra, hogy a jogrendszert olyan nemzetközi vállalati konglomerátumok előállítására használják, amelyek az energiainverzió vezérlőrendszerét rejtő homlokzatként működnek. Mivel az
általános vállalati kultúra elősegíti és jutalmazza a pszichopátiát, vonza a munkahelyi pszichopatákat, akik általában vállalati hegymászók a több státusz, pénz és hatalom érdekében. A pszichopaták általában a vállalati szervezetek magasabb szintjein a leggyakoribbak, és cselekedeteik gyakran hullámzó hatást fejtenek ki az egész szervezetben, megadva az egész vállalati kultúra hangját. A munkahelyi pszichopaták több személyiséget tartanak fenn az irodában, és minden kollégának vagy versenytársnak más verziót mutatnak be magukról. Ez határozza meg a felosztási viselkedéseket vagy a disszociatív identitásokat is. A vállalatoknak vagyonkezelői felelősségük van részvényeseikkel szemben, hogy nyereséget érjenek el, hogy gazdasági és haszonérdekeiket minden humanitárius, etikai vagy erkölcsi megfontolás elé helyezzék. A józan ész az, hogy egy olyan demokráciát vagy civilizációt, amelynek célja az emberek szolgálata, nem lehet arra a feltevésre építeni, hogy a pénz elsőbbséget élvez minden emberi ügy irányításával szemben. A The Corporation című filmben a DSMIV személyiségdiagnosztikai ellenőrző listát használják a vállalatok patológiás tünetek tesztelésére. Mások érzéseinek érzéketlen figyelmen kívül hagyása. Ellenőriz. Képtelenség a tartós kapcsolatok fenntartására. Ellenőriz. Mások biztonságának meggondolatlan figyelmen kívül hagyása. Ellenőriz. Csalárdság, mások ismételt hazudozása és haszonszerzés céljából való lebeszélése. Ellenőriz. Képtelenség bűntudatot vagy megbánást tapasztalni. Ellenőriz. A társadalmi normák be nem tartása a törvényes viselkedés tekintetében. Ellenőriz. Ha a vállalatok emberek, akkor sorozatgyilkos pszichopaták, akiknek soha nem szabad megadni a hatalom megszerzésének jogát, vagy irányítani és irányítani az embereket. A multinacionális vállalatok hatalmas konglomerátumát azért hozták létre, hogy ragadozóként viselkedjenek, akik az energiainverzió zárt hurkórendszerein keresztül fosztogatják az embereket, amelyek elrejtik az ENA a globális emberi rabszolgaságának valódi ragadozó célkitűzéseit. Munkahelyi pszichopaták. Ezek közül az emberek közül sokan a munkahelyen úgy kondicionálódnak, hogy jutalmazzák őket a pszichopata viselkedésért, ami rendkívül negatív viselkedést vált ki, amely átgyűrűzik személyes életükbe és kapcsolataikba. A munkahelyi pszichopaták jellemzői olyan minták, amelyek sok 3D-es emberben felfedik magukat a környezetben, amelyeket ismétlődő kondicionálásnak vetettek alá a vállalkozásokban, szervezetekben, közösségekben vagy más csoportrendszerekben. A pszichopata viselkedések gyors azonosításának képessége segít a mélyen traumatizált emberek értékelésében és felismerésében, akiknek nem szabad hozzáférniük vagy ellenőrizniük a menedzsment egyetlen aspektusát sem, különösen egy etikai és empatikus humanitárius alapú szervezetben. A pszichopata beszivárgás megállításához fel kell ismernünk a viselkedést, és el kell utasítanunk azok népszerűsítését, dicsőítését vagy terjesztését közösségeinkben, szervezeteinkben és vállalkozásainkban. Mások nyilvános megaláztatása, nagy hajlam az indulati hisztire vagy nevetségessé tevő munkateljesítményre. Hazugságok rosszindulatú terjesztése, szándékosan csalárd. Lelkiismeretfurdalás nélküli vagy bűntudatmentes. Gyakran hazudik, hogy kifejtse a mondani valóját. Gyorsan eltolódik az érzelmek között, amelyeket az emberek manipulálására vagy nagy szorongásra használnak. Szándékosan elkülöníti a személyeket a szervezeti erőforrásoktól. Gyorsan hibáztathat másokat a hibákért vagy a hiányos munkáért, annak ellenére, hogy bűnös. Arra ösztönzi munkatársait, hogy kínozzanak, idegenítsenek el, zaklatjanak és vagy alázzanak meg más társaikat.
elismeréssel adózik mások eredményeiért. Ellopja és vagy szabotálja más személyek műveit. Nem hajlandó felelősséget vállalni a téves megítélésekért és vagy hibákért. Minden vélt ellenséget munkahely elvesztésével és vagy fegyelemmel fenyeget, hogy beszennyezze az alkalmazottak aktáját. Irreális és elérhetetlen munkaköri elvárásokat állít fel, hogy felkészítse az alkalmazottakat a kudarcra. Nem hajlandó vagy vonakodik részt venni az egynél több személlyel tartott találkozókon. Nem hajlandó megfelelő képzést és vagy utasításokat adni az áldozat kiemelésére. Behatol mások személyes magánéletébe. Több szexuális találkozása van junior és vagy senior alkalmazottakkal. Új ötleteket fejleszt ki valódi nyomon követés nélkül. Nagyon énközpontú és rendkívül önző, gyakran a beszélgetés körülöttük forog, nagy az önfontosság. Gyakran kölcsönöz pénzt és vagy más anyagi tárgyakat anélkül, hogy szándékában állna visszaadni. Mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy lezárja az üzletet, anélkül, hogy figyelembe venné az etikát vagy a törvényességet. Fontos, hogy képesek legyünk azonosítani a bántalmazókat, a hazugokat, a ragadozókat és a pszichopatákat, mint olyan embereket, akiket traumatizált a szörnyű fájdalom, a lélek töredezettsége és a lelki szétkapcsolás. Ezek a karakterprofilok általában súlyos empátiából hiányoznak. Miért bíznánk az erőforrásokban, vagy adnánk értéket azoknak a szavaknak, amelyeket bárki vagy bárki mond, aki ismétlődő bántalmazó, hazug vagy ragadozó? Meg kell értenünk, hogy nagyon betegek, fájdalmukban vannak és mélyen zavartak. Nem alkalmasak arra, hogy vezetők legyenek, gyermekek közelében legyenek, emberi ügyeket intézzenek, vagy olyan döntéseket hozzanak, amelyek hatással vannak a világra. Szeretettel követelnünk kell magunknak az etikus és emberbaráti viselkedés magasabb normáit minden projektünkben és közösségeinkben. Azzal kezdjük, hogy példát mutatunk ezeknek a magasabb szintű etikai és emberbaráti viselkedéseknek a mindennapi életünkben. Új alkotásokat és struktúrákat kezdünk építeni, amelyek a tudati energia és szándéke magasabb etikai tulajdonságain alapulnak. Támadás a tudáshoz és a nyílt forráskódú rendszerekhez való hozzáférés ellen. Ebben az időben az emberi tudat feletti ellenőrzésre irányuló fokozott konfliktus során hatalmas pszichológiai műveleteket hajtanak végre az információk, kulcsszavak vagy jóvá nem hagyott témák bizonyos témáinak megzavarására és cenzúrázására, amelyekhez a tömegek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelő célja, hogy teljes ellenőrzést szerezzen bármilyen struktúra, szervezet vagy média felett, amely lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy szabadon hozzáférjen a tudáshoz és az igaz eseményekhez, vagy olyan információkhoz, amelyek a mainstream narratíván kívül függetlenül léteznek. A fordított rendszerek ereje az emberi tudatlanságtól függ, valamint a tudáshoz és a nyílt forráskódú rendszerekhez való hozzáférés leállításától, ezáltal lebutítva a tömegeket és tudati energiájukat a félelemen alapuló figyelemelterelésre és az esztelen szórakozásra irányítva. A korporatokráciai modell nagyobb konglomerátumait, amelyek munkahelyi pszichopatákat hoznak létre és jutalmaznak, arra használják, hogy beszivárogjanak minden olyan nyílt forráskódú vagy szabad energiarendszerbe, amelyet fenyegetésnek tekintenek, így azt a rendszer inverziós modellje váltja fel. Általában a beszivárgás tetemes fizetésen keresztül történik, ami az a megvesztegetés, amelyet arra használnak, hogy a szervezetet egy másik fordított energiarendszerré alakítsák át, amely az adatkezelő célkitűzésein alapul.
ahogy megértjük, hogy az invertált rendszereket hogyan használják arra, hogy továbbra is begyűjtsék a lóst és rabszolgává tegyék az emberiség tudatát, világossá válik, hogy a nyílt forráskód, a szabad energiacsere és a nyitott elméket és szíveket ösztönző független rendszerek veszélyeztetik a bűnözői hanyagságot hordozó megfordító hálózatok folyamatos létezését. A személyes szándék bitorlása. Most, hogy jobban megértjük, hogyan használják a fordulatokat és a fordított rendszereket a tudati energia bitorlására, hogy olyan lóosté hozzanak létre, amely betáplálódik a enapszisopata rendszereibe, hogyan befolyásolja az ezekbe a fordulatokba való betáplálás személyes szándékaink erejét. Fordított rendszerek táplálják az emberi együteremtő tudatot azáltal, hogy szándékosan kicsalják az embereket személyes szándékukból és beleegyezésükből. Pszichopata rendszerek lévén megtévesztik és hazudnak, hogy becsapják az embereket, hogy elhiggyék, hogy szándékaik humanitáriusak vagy pozitívak, ezért manipulálják a jószívű embereket, hogy összehangolják szándékaikat olyan szervezetekkel, vezetőkkel vagy hírességekkel, amelyek valójában több lóos előállítását szolgálják. Jó példa erre a nagyobb jótékonysági szervezetek, amelyeket a hatalmi elit családok igazgatóságai irányítanak. Számos jótékonysági szervezet kirakata a bűnözői magatartás más országokban való elrejtésére, például az emberkereskedelemre, a szexrabszolgára, a megvesztegetésre és a pénzmosásra. A propaganda marketing csapat médiaképeket mutat a rászoruló menekült gyerekekről, míg a jószívű emberek készpénzadományukat küldik be. Az ő fejükben a pénz annak a rászoruló gyermeknek jár. Mégsem itt szállítják a pénzeszközöket. Mi történik azzal az idővel, energiával és szeretettel, amelyet az a jószívű ember el akar küldeni, hogy segítsen az éhező gyermeknek? A bűnözői vállalkozások támogatására választották. Ez egy példa arra, hogy egy szervezet olyan modellt használ az invertált energiarendszerekhez, amelyet a személyes szándék bitorlására terveztek. Ennek a cserének az energikus eredménye az, hogy az emberi lényt eltérítik, hogy folyamatosan táplálja az ENA struktúráit, anélkül, hogy észrevennék, hogy ez történik. A bűnözői hálózatokba való betáplálás az egész emberiségre hatással van, mert bűnrészessé válunk azokban a sötét erőkben, amelyek elkövetik ezeket a bűncselekményeket. Így térítik el a bölcsészettudományok társteremtő tudatát. Pozitív narratívákat mondanak nekik a felszínen a látszatra, míg a homlokzat mögötti csúnya igazság az, hogy a szervezet a pszichopata bűnözők egy csapdája számára rejtegeti a rejtett tevékenységet. Ha nem tudjuk felismerni az energia minőségében végzett manipulációt, amely a vezérlő struktúrák mögött meghúzódó valódi szándék, vagy folyamatosan figyelmen kívül hagyjuk a vezetők által elkövetett égbe kiáltó negatívumokat és károkat, akkor manipulálhatók vagyunk, hogy saját, félresikerült tudati energiánkon és félresikerült szándékainkon keresztül táplálkozzunk ezekbe a fordított rendszerekbe. Fúrjuk le ezt tovább, hogy jobban megértsük, hogy a fordított rendszerek vagy a fordított rendszerek hogyan ronthatják el szándékaink minőségét, amikor azok ismeretlenek és azonosítatlanok maradnak körülöttünk. Ha tudatában vagyunk annak, hogy az invertált rendszerek hogyan működnek az emberi tudat energiájának eltérítése érdekében, nagyban javítja a valóság pontos értékelését, és jelentősen növeli a szándékunkban létező igazság gyakoriságát is. A szándék minősége. Amikor tudati energiánkat egyetlen fókuszra vagy célra irányítjuk, ez az esemény egy erőteljes és jelentős erőt hoz létre, amelyet szándéknak nevezünk. Amikor arra fordítjuk a figyelmet, hogy ápoljuk a magasabb tudatossággal való kapcsolatunkat annak érdekében, hogy mélyebben tisztázzuk igaz szándékainkat, akkor ez az önmegvalósítás felé tett cselekedet energiáink átalakulását annak megnyilvánulásává alakítja át, amit elképzeltünk.
Figyelmünk konkrét céllal vagy szándékkal való összpontosítása a tudati energiát annak megnyilvánulása felé irányítja, ami miatt ez a koncentrált figyelemterület tovább növekszik és tágul az életünkben. Egyszerűen fogalmazva, az, hogy hová helyezzük a figyelmünket, az irányítja a tudati energiánkat, míg a szándékunk helye az, ami átalakítja ezt az energiát. Ez az emberi együteremtő tudat ereje, és minden ember rendelkezik ezzel a képességgel. Ennek az önismeretnek a megszerzése a megfelelő perspektíva fejlesztésének kiinduló pontja, amely lehetővé teszi számunkra, hogy előrelépjünk a fejlődés és a magasabb kifejezési potenciáljainká való átalakulás felé. Ez az az alap, amelyre szükség van ahhoz, hogy erőteljes változásokat hajtsunk végre az életünkben, amelyek a hosszú távú személyes fejlődés és a lelki növekedés stabilizálását szolgálják. Vizsgáljuk meg a megnyilvánulásokban lehetséges különböző lehetőségeket azáltal, hogy először megvizsgáljuk azokat a kapcsolatokat, amelyek összekötik a tudati energia gyakoriságát, amelyhez hozzáférünk, kombinálva szándékunk minőségével. A tudati energia és szándék nem ugyanaz a funkció a megnyilvánulásban, hanem összekapcsolódik és összefonódik a teremtés alapvető mechanikájával. Először is minden tudat energia, és minden energia tudatos, így mindkettő felcserélhető. A tudati energia minősége azonban nem egyforma vagy differenciálatlan, nagyon hasonlóan tekinthető úgy, mint az a nyersanyag, amelyet azért választottak ki, hogy valamit anyaggá alkosson. Tehát emlékezve arra, hogy minden tudati energia intelligens, de különböző intelligencia tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket ellenőrizni kell a rezonancia szempontjából. Úgy döntünk, hogy tudatunkat egoikus szándékokkal vagy magasabb önszántólokkal együtt hozzuk létre. Minél magasabb a nyersanyag minősége, és minél nagyobb a szándék gyakorisága, amellyel együtt kell alkotni, sokkal jobb minőségű megnyilvánulást eredményez. Addig nem tudunk magasabb frekvenciájú struktúrákat kimutatni, amíg figyelmünket a magasabb tudati energiára és szándékokra nem tudjuk irányítani, miközben megtartjuk azt az egyedülálló fókuszt, amely növeli az energiát ugyanezen struktúrák vitalizálására és növekedésére. Ehhez szükség van a szorgalom lelkére, hogy soha ne adjuk fel a hosszabb távú cél szolgálatára való összpontosításunkat. Az egyedülálló fókuszt úgy írják le, mint az egyes emberek személyes szellemi küldetését és azt a magasabb célt, amelyet teljesíteniük kell a Földön, ebben az időben a mennybe menetel ciklusa alatt. Mégis meg kell enyhítenünk a tudati energia funkcióinak ezt a tudását az invertált energiarendszerek jelenlegi körülményeivel, amelyeknek ki vagyunk téve a Földön, amelyeket az NA rabszolgaság programját végrehajtó pszichopata rendszerek terjesztenek. Ez szükségessé teszi, hogy erősebb mentális és érzelmi testet alakítsunk ki, amely képes egyedülálló fókuszt, megfigyelői pontot és kontrollt tartani impulzusaink felett, különben szándékunk ereje visszafordul ezekbe a megfordító rendszerekbe, amelyeket ezek a negatív erők hoztak létre. Meg kell különböztetnünk az erők minőségét, és fel kell ismernünk a fordított vagy megfordított rendszereket, hogy tisztán láthassuk a tudati energiát, amelyet szándékunkkal irányítunk. A tudati energia nyersanyaga. A tudati energia több skálán létezik, egyedi tulajdonságokkal és intelligencia tényezőkkel, elektromágneses hangokkal és színekkel, amelyek befolyásolják, hogy a tudati energia hogyan alakul anyaggá. A tudati energia különálló vibrációs mintákból áll, amelyek meghatározzák a frekvencia sebességet és azt, hogy ez a frekvencia hogyan alakul át a megnyilvánulás tervrajzaivá. A tudati energia minőségéhez való hozzáférés a teremtő valódi szándékai által generált frekvencia is függ, és ez határozza meg az energia megnyilvánulás magasabb minőségi vagy gyengébb minőségű eredményét is. A mi világegyetemünkben minden a rezgési frekvencia e több rétegéből áll, melyek a létező tudati energia többszörös skáláját alkotják,
és a teremtő rendelkezésre álló nyersanyagaihoz hasonlíthatók. Történetesen az, hogy a rendelkezésre álló nyersanyagok léptéke a bifurkáció során eltolódik, és ez lehetővé teszi a jövőbeni megnyilvánulás minőségének javítását. Így a tudati energia, e nyersanyaga az idő múlásával létező dimenziós frekvencia számos skáláján elérhető, és a magasabb skálákban a tudati energia túlmutat a dimenziósítás skáláján és pillanatok nélkül. Ahogy haladunk felfelé a tudati skálán, egyre magasabb és kifinomultabb tudati energiaszintekhez jutunk el, vagy kifinomultabb vibráló szempontjaink magasabb intelligencia állomásaihoz. Egy feljebb lépünk a tudati energia skáláján, intelligenciánk felerősödik, miközben tudatosságunk megvilágosodik, és ennek eredményeként ez nagy mértékben átalakítja szándékunk erejét és minőségét megnyilvánulássá. Tehát amikor a lelkünkre, a monad overshowra és az evötár Krisztus testére gondolunk, ezek a tudatenergikus identitásunk magasabb aspektusai. Ez az a pont, ahol a dimenziók kozmológiájának megértése segít meghatározni a tudati energia minőségét, amelyet a teremtésben vagy a ránk irányult. Könnyebben megfigyelhetjük, amikor az NA energiát szív a tudati energia alacsonyabb szintjeiről, például manipulálja a szexuális energiákat a fájdalom testéből. Vagy hirtelen impulzusok, amelyek fájdalmat és érzelmileg arra késztetnek minket, hogy valamilyen egészségtelen vagy romboló cselekedetet cselekedjünk magunk vagy mások ellen. Ezek a tudati energia alacsonyabb szintjeinek manipulálásának általános eredményei az elmekontroll közvetítések révén. Amikor megfigyeljük a globális menedék és a kollektív tudatfolyam jelenlegi terepét, úgy érzi, honnan származnak ezek a megnyilvánulások. Hol jönnek létre? Szándékában áll-e, hogy ugyanezzel az energiaminőséggel közösen alkosson? Mi történik, ha megteszed? A megnyilvánulássá váló tudati energia és szándék gyakoriságának és minőségének növelése érdekében az egyetlen legfontosabb dolog, amit tennünk kell, hogy eltávolítsuk az égó személyiséget és a külső erőket attól, hogy gyakorolják ellenőrzésüket személyes tudati energiánk vagy szándékunk felett. A tudati energia keletkezik, bárhová is helyezzük a fókuszunkat és a figyelmünket, és a frekvencia minősége összegyűlik az energiarendszerben, amellyel szándékunk rezeg. Ha a kollektív tudat rezgését összevetjük azokban a szervezetekben, amelyeket jelenleg 3D-ben megfigyelhetünk, akkor több azonos minőségű negatív egotudatot hozunk létre. Ezért elengedhetetlen, hogy képesek legyünk felismerni az energia tulajdonságainak, a szándék tulajdonságainak különbségeit, és fontolóra venni energetikai értékelések elhelyezését azokon a szervezeteken vagy dolgokon, amelyekkel részt veszünk. Ne adjon időt, energiát, pénzt és bizalmat senkinek, különösen azoknak az embereknek, akik etikátlan viselkedést, felelőtlenséget és önző motivációkat mutatnak. Ez jobban felkészít bennünket arra, hogy felismerjük, hogyan tudunk felelősségteljesen együtt alkotni a magasabb tudati erőkben rejlő tulajdonságokkal. Addig nem tudunk magasabb tudatú teremtményeket kimutatni, amíg meg nem tudjuk különböztetni az NA elmekontroll kultúra pontos körülményeit, amelyben a Földön találjuk magunkat. Ezeket a körülöttünk működő fordított rendszereket kell a kezdő lépésként felismerjük. Ra őrzők! Összefoglalva, ez egy rendkívül ingatag év, amely meghatározza az interdimenzionális síkokon tomboló számos konfliktust az ütemtervek ellenőrzése, az ellopott teremtéskód visszaszerzése és a nyilvánosság ellen a mesterséges intelligenciában programozott fordított rendszerek fenntartása érdekében végrehajtott tömeges pszichológiai műveletek miatt. A Crystal Star Guardians ebben a ciklusban visszatért, hogy visszaszerezze létrehozási kódjukat, amelyet eltérítettek a fantomban, és asszimilálódtak az NA mesterséges intelligencia rendszereibe.
Valójában Arra családja ebben az évben láthatóbbá vált, miközben ezt a projektet szervezte, hogy segítsen visszaszerezni az AI rendszerekbe asszimilált Law of One rekordokat, amelyeket a fekete lyuk entitások Arra használnak, hogy holográfikusan kivetítsék a fordított rendszerek fejjel lefelé fordított világát, amelyeket a 3D-es földön megismertünk. A kék madár Arra család kiterjesztései és az egyiptomi idők óta kapcsolatban állnak számos emberi leszármazási vonalukkal a Földön, hogy segítsenek katalizálni az igazság ezen kinyilatkoztatását. Ezért azt is megengedték maguknak, hogy az utóbbi időben láthatóbbá váljanak az alternatív és igazságkereső mozgalom számára. Az egy törvény teremtési kódexének inverzióját az NA csoportok adták, hogy felpörgessék ezeket a megfordított hálózatokat és megfordított rendszereket. Ez az az alap, amelyen jelenlegi civilizációnk alapul, és ez az, amire a titkos társaságok és a bitorolt misztériumiskolák alapulnak. Továbbá, ezek a fordított rendszerek a megfordításokra épültek, hogy elrejtsék az emberi lóz tömeges betakarítását a negatív entitások számára. Konfliktusok felgyorsulásával idén mindenre kitérő van a több beleegyezés bitorlására, több lélek megkötésére és az invertált rendszer tápvezetékeinek fenntartására, amelyek lehetővé teszik az energia szitkozását. Mivel az NA veszít némi teret, frakcióik és csatlósaik belharcokba keverednek és egyre kétségbe esettebbek. A fordított rendszereket rejtő hamis homlokzatok kezdenek repedezni, felfedve az igazságot arról, hogy mi van mögöttük. Ezzel párhuzamosan a kozmikus szuverén törvényhez igazodó, felébresztő emberek egyre inkább képesek tervrajzokat és struktúrákat létrehozni, igazodva az egység intelligencia krisztal spirál áramlásaihoz. Ezek nehéz és kihívásokkal teli idők lehetnek, de ahogy az igazság felszínre kerül, és hajlandóak vagyunk valóban látni, hogy ki kicsoda, és hogyan jutottunk el ide, az igazság szabaddá tehet minket. Kérlek benneteket, hogy csak azt vegyétek, ami hasznos a lelki növekedésetekhez, és dobjátok el az összes többit. Köszönjük bátorságotokat és bátorságotokat, hogy igazságkeresők lehessetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztos Sophia szívút fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza. Forrás, idézetkutatás, a dokumentumfilm, a vállalat http://tecorporation.com/film/about-film, a film Joel Bakant The Corporation, The Pathological Pursuit of Profit and Power című könyvén alapul. Munkahelyi pszichopaták, Wikipedia.